ma reggel is jó reggelt kívánok! Óbuda a kultúra városa. Elég, ha a gazdag történelmi örökségre gondolunk. Így nem véletlen az óbudai nyár rendezvény sorozata sem. A széles zenei kínálat a hangversenyektől a kortárs könnyű zenéig terjed, de színházi előadások, gyermekprogramok, szabadtéri mozi és kulináris élvezetek is csalogatják a közönséget. Holnap Illényi Katica lép fel a főtéren, a jövő héten Liszt Est, a Budapest Ragtime, majd a Benkó Dixieland Band követi őt, és még nem is mondtam semmit. Ha Gyulára utaznak, menjenek el a Várszínházba, mert holnaptól augusztus 14-ig minden este találnak programot. A páratlan szépségű reneszánsz várudvaron felállított színpadon, a tószínpadon, a vár körül, a Ladics házban prózai és a zenész színházi előadások mellett lesznek koncertek, Shakespeare fesztivál, még Dél-Koreából is jönnek fellépők. Holnap lesz a megnyitó, a vár köré várnak mindenkit a Körösvölgyi Sokadalomban és az Országos Gyermektánc Fesztivál gála műsorában. Ha kíváncsiak az élethű, távirányítású hajómodellek világbajnokságára, kettől a Bánki tóhoz kell utazniuk. 16 ország 316 hajója verseng majd, lesz csoportos és egyéni futam. Láthatjuk az idén vízre bocsátásának 140. évfordulóját ünneplő Lajta Monitor modelljét. Lesz hadihajós alegység is Bánkon a világbajnokságon július 4-től 13-áig. Michel Platini nemzetközi védnökségével elindul az első borász futball Európa bajnokság. Ausztria, Magyarország, Németország, Olaszország, Svájc és Szlovénia játszik. Ma Villányban reméljük győzünk délután 5-től, holnap Siklóson is. A döntők pedig vasárnap lesznek a Margit-szigeti atlétikai centrumban. Hajrá, magyar borászok! Viszontlátásra holnap reggel!